Már kora délelőtt labdapattogástól volt hangos Pakson a lakótelep. A Csengei Dénes Kulturális Központ parkolójában zajlottak a 28. Országos Adidas Streetball Fesztivál 4. állomásának küzdelmei. A kosárlabdázás városában csak úgy, mint a többi helyszínen összesen 17 kategóriában várták a nevezéseket. Nagyon örülünk, hogy a 28. évadunkat is el tudtuk indítani. Ugye hát az idei év az elég különleges rendezvények szempontjából. Augusztus 15-én indult a sorozatunk, és Paksa pont a közepe, a 4. állomás. Nagyon örülünk, hogy ide is el tudtunk jönni. 41 csapat játszik, és a legnépszerűbb leginkább az U14-es kategória, ott 9 csapat nevezett. Jöttek csapatok Kozár Michelinből, a Pécsről, a Rád Géber Akadémiáról, Bonyhádról, úgyhogy a bajaiak is itt vannak, Szekszárdról is, úgyhogy nagyon örülünk, hogy így a környező városok csapatai képviseltetik magukat, és persze az Atom City, illetve az Atomváros csapatai is jelen vannak. A kísérőversenyek most leginkább a dobóversenyek, ezekre fektetjük a hangsúlyt. A szponzoraink is nagyon szeretik ezeket a dinamikus, egyszerű játékokat, amikor minél több játékos meg tudunk mozgatni, úgyhogy a Molten büntető dobóverseny, illetve a Three Shots, a Two-ball, ezek egy ilyen hagyományosnak mondható kísérő rendezvényeink már minden streetballon. Az idén jöttem először streetballra a Szekszár csapatával, ez egy ilyen csere kapcsolat köztünk. Én Bonyhádi vagyok, de Szekszárba kosarazok. Már kiskorom óta szerelmes vagyok ebbe a sportba, és rendszeresen edzek, hetente 5-ször, és nagyon szeretem ezt a sportot. Apukám és a nagypapám is játékos volt, és a papám edző, és hát ez egy ilyen családi hagyomány, úgymond, és az egész család kosarazik nálunk, és ezért nekem is muszáj, de amúgy is szerettem, és nagyon kedvelem a sportot. Nagyon tetszik a rendezvény, sajnos a mi korcsoportunkban nem vagyunk sokan, de játszottunk eddig egy meccset a saját régi egyesületem ellen, a Bonyhád ellen, nyertünk szerencsére, és még egy meccsünk lesz a Kozár Michelin ellen. A célunk a továbbjutás, hogy tudjunk játszani Pesten, a Népligetben egy ilyen országos bajnokságon. Csapattársaidról mit kell tudni? Nagyon jók, ők is, ők szekszárdiak, és tavaly óta játszok velük együtt, és nagyon jó csapat vagyunk szerintem. A következő állomás Nyíregyháza és Oroszlány, majd Kecskemét. A kategória győztesek és a dobóversenyek győztesei is a kosárlabdázás napján, szeptember 19-én a Városligeti országos döntőn szerepelhetnek.